Idegrohamot kapott Gyurcsány Ferenc élő adásban, erről ír az Origo. A DK elnökét hétfő este az ATV stúdiójában kérdezték arról, hogy ő 2006-ban az összödi beszéd kapcsán miért nem vállalta a felelősséget, és miért nem mondott le. A volt miniszterelnök megkerülte a választ és újjal mutogatott a műsorvezető felé, számon kérve, hogy miért kérdezi erről. Az origó úgy fogalmaz, idézem, Gyurcsány Ferenc minősíthetetlen viselkedése elárulta, nem jött be a baloldal számítása. Kérem szépen, mi történt 2006-ban érdeklen. Nem számít, hogy mi történt az őszödi beszéd után, ezt mondta Gyurcsány Ferenc hétfő este az ATV műsorában. A volt miniszterelnököt azért hívták a stúdióba, hogy a demokratikus koalíció közvetlen államfőválasztási törekvéseiről beszéljen. Csak hogy a DK elnöke már az interjú elején ingerülten érvelt. Két lemondás történt. Is? Látható idegessége akkor fokozódott, amikor a műsorvezető néhány perc után emlékeztette, miközben pártja most szervez a kormány ellen, őt magát még a baloldalról is kritizálják, amiért 2006-ban nem mondott le. Ön nem vállalta annól a felelősséget az összödi beszéd után. Részint ez nem így van, de mondok önnek ennél egy fontosabb ja, Egy pillanatra itt, itt, álljunk meg, azt mondja, hogy nem így van, vállalta ezért a felelősséget. Természetesen. Hogyan vállalta? Oda a parlamenteli. Megkérdeztem a többséget, hogy kívánjátok-e, hogy folytassam. Ez a felelősségvállalás. Ez volt az a pont, ahol a bukott miniszterelnöknél elszakadt a cérna. Gyurcsány Ferenc durván kiakadt a stúdióban. A beszélgetést később még az ATV is ezzel a címmel osztotta meg az interneten. Nekem nem érdekel, hogy maga kívül... térjünk, vissza az államfőválasztásra. Az ATV újságírója hiába hozta fel, hogy sokan vannak, akik kíváncsiak arra, miért nem vállalta a felelősséget, miután kiderült, hogy hazudott a választóknak. A DK elnöke válasz helyett személyeskedni kezdett, majd mutató felemelve jelezte a műsorvezetőnek, hogy az összödi beszédről ne tehát valójában ön engem nem kérdezett el a kérdéssel, hanem vádol. Már az ön vágya. Az kérdés... távol nem a vállás. Ó, nem. Kérdeztem. Az ön kérdése az a vád. És visszautasítom, hogy ön vádoljon. Idegrohamot kapott Gyurcsány Ferenc élőadásban. Az interjúról ezzel a címmel számolt be az Origó. A portál úgy fogalmaz, a volt miniszterelnök hevesen gesztikulálva, a riporter szavába vágva, izzadságcseppekkel az arcán próbált magyarázkodni, és a kérdést megkerülve a műsorvezetőt kezdte el felindultan, újjal mutogatva kérdezgetni, hogy miért mer feltenni olyan kérdést, ami egyébként rengeteg embert érdekel. Az origó azt írja, Gyurcsány Ferenc összeomlása alapján úgy tűnik, a dollár és soros média lankadatlan próbálkozásai ellenére óriási bajban lehet a baloldal. Mi történt két, Hozzáteszik, a magyar emberek tudják és látják, ki az, aki felelősséget vállal a tetteiért, és ki az, aki nem.